Legutóbb a Seoul ellen sok helyzetet dolgozott ki a Nyíregyháza és végig irányította a mérkőzést, mégis sokáig kellett várni a vezető találatra. A csapat végül 1-0-ra győzött, ezzel egy rossz sorozat szakadt meg. A Spari vasárnap Cigándon lép pályára. Újabb nagyon fontos mérkőzés következik, ugye egy 9 pontos tervet állítottam a csapat elé, 3 van meg, most jön a következő lépcsőfok. Ez ismét egy olyan mérkőzés, ami látszatra meg a tabella alapján nagyon könnyűnek tűnik, és remélem is azzá fogjuk tenni, de egyébként meg egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, meg vagyok győződve, hogy azért a Cigán ebből presztízs csinál, plusz még menekül ugye a kiesés elől, és gyakorlatilag viszont vannak olyan híreim, hogy lehet, hogy a Cigándiak játékstílusa sokkal jobban fog nekünk kedvezni, mint azért az elmúlt mérkőzés. A keretből többen is kisebb sérüléssel bajlottak a hét elején, de Rezes, Szokol és Pálinkás is edzett a héten, és mivel eltiltott nincs, így bő keret áll Weber György rendelkezésére. Úr László nyáron épp Cigánról tért vissza a Sparihoz, így jól ismeri a hétvégi ellenfelet. Várom nagyon a hétvégi mérkőzést, igazából 2,5 vagy inkább 3 évet töltöttem Cigándon. Nagyon sok nyíregyházi játékos van még mindig a keretben. Igazából egy játszó csapat. Tavaly is az volt ránk a jellemző, hogy inkább a játékot hoztuk előtérbe. Én egy nagyon küzdelmes mérkőzést várok. Ugye nekik is mostanában azért jobban jönnek az eredmények, mint az elején, de nekünk viszont kötelező, úgy gondolom, a győzelem. A Spari a 11., a Cigánd a 18. helyen áll a tabellán, de a házigazda sincs rossz formában, legutóbb győztek a Siófok ellen idegenben. A cigándi pályát a közelmúltban teljesen felújították, így vasárnap ideális körülmények fogadhatják a csapatokat.